Jó reggelt, fiúk, lányok, ez itt a CubeForm Studio, és íme még egy PBS gameplay, ahogy megígértem. Az új karakterrel sikerült megszerezni viszonylag egyszerűen, nem is csoda, hisz support, de azért nem volt könnyű. A lényeg, ami lényeg, a neve, amit nem tudok, az, hogy Tom Kench. Jó nehéz név, majd megjegyezzük egy idő után. És hát szépen lassan el is kezdjük. Főleg supportnak lesz jó, de én el tudom képzelni akár dzsungelbe is, illetve tank topposnak, ezt majd még tapasztalgatni kell. Borzasztó lassú, ahogy én azt látom. Bár most pont nem tűnik annyira lassúnak, na mindegy. Ez majd még később, valószínűleg azért, mert movement speed-es runaim vannak, azért, ja igen, ha amúgy 330 lenne az alapja. Na nézzük gyorsan. Most nem mondom el a csapatokat, itt láthatjátok, nézzétek meg. Inkább kezdem a ability-kkel, mert eléggé hosszan tartanak majd valószínűleg. A passzívja az egy stack, hasonló mint Brownnak. Tehát, hogyha három stacket eléred, akkor az ability, tehát a képességeid máshogy fognak hatni az a karakterekre, tehát az enemire. És ez főleg majd csak a championokra fog hatni, minionokra nem fog. Kicsit hangos nekem a játék, úgyhogy abból lehet, hogy le kéne vennem sound. Musicból egy kicsit leveszünk. Már hogyha le tudok, oké. Szóval. Tehát a championokra máshogy fog hatni. Enemy championokra. A Q-ja, amit elsőnek kihúzunk, aztán kihúzzuk másodiknak mondjuk ezt. A Q-ja az egy ilyen spell, kinyújtja a nyelvét, triggeröl egy stacket az enemin, és lassítja őket. Hogyha a stack elérte a hármat, és utána használod a Q-ját, akkor stunnolódnak a championok, és a stack nem tűnik el róluk. Tehát ahányszor visszatölt a Q-t, annyiszor fogod tudni őket stunnolni. Úgyhogy ez elég OP-nak tűnik, meglátjuk, hogy fog viselkedni. Aztán a dupla V-je, amit nem húztam még ki, az egy nagyon érdekes spell, ugyanis be tudok kapni enemy champion-t, saját light champion-t, illetve minionokat. Azt hiszem nagyon, tehát a red buffot meg a kék buffot azt nem tudom bekapni, ha jól tapasztaltam, viszont a wolfoknál a nagyokat, meg a madárnál is a nagyokat, azokat be. Mindjárt mutatom is, tehát bekapja. Azt nem tudom, hogy ilyenkor sebeze, de amikor kiköpi, akkor egy nagy damage-et, viszonylag nagy damage-et, ez azt hiszem a legnagyobb damage-e. Viszont elég hosszú cooldown-ja van. Szóval be tudom kapni a light champion-t, ilyenkor kap egy movement speed buffot, amíg benne van, és az ally champion-t nem lehet ilyenkor támadni. Tehát ez egy jó menekülés, illetve engage-nek is megfelel akár. Ha ellenséges champion-t kap be, akkor pont ez az ellenkezője történik, tehát kicsit lelassul, viszont ugye addig nem tudják támadni, illetve be tudod vinni turret alá akár az ellenfelet. Most például elkaptam, és ide köpöm. És ezzel akár, hogyha nem menne vissza, akkor meg is menthettem volna. Gyere, 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 rága címborám, kell egy vigazdal. Látod, összeroskadok már. Na gyere. Ott lett volna egy stun. Most például bekapom, és visszahozom errefele egy picit. És elég nagy damage-e van ennek a dupla V-nek. Én amikor próbálkoztam, mint... Szóval... Kicsit olvastam a chatet. Amikor próbálkoztam, mint AP-s karakter, botok ellen próbálkoztam, ez volt a legnagyobb damage forrás. Amúgy nem tudom, mit kéne húzni neki. Azt mondja, base slow amount, stun duration, valószínűleg akkor ezt kéne majd. Elsőnek, másodiknak mindenképp az E-t fogjuk szerintem. Mert ugye az meg egy borzasztó jó, arra is mindjárt rátérünk. Szóval szerintem a duplavét lezártuk ezzel, ugye a csapattársakat bekapva, movement speed-et kapunk felgyorsulva, ellenfél csapatot, hogy van, ellenfelet bekapva, lassítást kapunk, viszont damage-eljük, mikor kiköpjük,
és a minionokat is be tudjuk kapni, és kiköpni viszonylag elég távolra. Azt nem tudom, hogy saját miniont azt nem lehet bekapni, azt még nem tudtam. Szóval ez a lényege végül is a W-nek, elég jó pofa, mindenképpen jó pofa. Az E-je az egy olyan dolog, hogy a kapott damage-nek egy részét visszahíleli, hogyha kijött a csatából. Illetve, hogyha nagyon nagy bajba van, akkor el tudja castolni, mint... tehát ez a passzívja, hogy visszahílel. Mint látjátok, ott egy kis szürke élet, és azt így elkezdi visszahílelni. Nem maximálisan azt, amit elvesztett, de jó részét. Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy csak akkor tudjuk bekapni az ellenfél champion-t, hogyha a stack rajta van, ez a 3-as stack, az kimaradt valóban. Hop, az szép volt. Hoppá, azt én vittem el. Sorry. Egy kis basic attack benne volt. De túléltük, és látod, elég jó heal van, tehát ezt, ha még húzzuk, akkor ráadásul még erősebb lesz. Későbbiekben. Sok élettel kifejezetten tankos tud lenni ez a karakter. Kicsit elmegy a hangom, bocsánat. Igen, szóval az E passzívja abból áll, még egyszer, hogy a kapott damage-et, miután kijött a harcból, visszagyógyul egy részét legalábbis. Az aktívja pedig egy elég nagy shieldet fog kasztolni, azt hiszem az elvesztett életedet azt visszakasztolja, de csak 6 szekig tart, azt mondja. Ja, tehát a szürke életet, amit ott szokott mutatni, azt visszakasztolja, mint shieldet, ami csak 6 szekig tart, és ugye sebzik le folyamatosan, de ez eléggé jó életben tartás tud lenni, tehát menekülni te egy ignite ellen kifejezetten nagyon hasznos. Azt mondja, tehát menjünk tovább akkor tankosság felé, amit szerintem egy Sunfire képpel... Ilyet várja, nem, először ezt kéne kihúzni, igen. Elfelejtettem, hogy kell supportálni. Azt mondja, egy cipőt kéne neki venni, mert nagyon lassúk a szegény. És utána mehetünk vissza szerintem életre. Még. Jó. Jó. Megvan minden? Igen, megvan minden, remélem. És akkor elérkeztünk az ultiához, ami... egy borzasztó jó dolog lehet majd. Azt nem tudom ugyan, hogy a Rek'Sai ultihoz képest így felkiált az egész mappon. Amúgy előfordulhat nagyon simán. De... tehát valószínűleg ez történik. Majd mindjárt kiderül, amikor meg lesz. Viszont azt tudja csinálni a képesség, hogy 12 szekig elkasztolod magadat. Ez alatt egy... saját championt le tudsz nyelni. Illetve, hogyha a saját champion rád kattint, akkor lenyeled. Majd átúszhatsz egy ilyen nagy range-el, mint ahogy a minimappon látjátok. Tehát innen akár a sárkányhoz el tudok úszni a saját championommal. Ez egy nagyon jó gank lehet akár. És... tehát egy jó gankelésre nagyon jó lesz szerintem. Illetve engage-elhez, tehát egy sárkány fight közepébe beugrassz egy carry-vel, vagy tankkal, vagy nem tudom, a dzsungeleseddel, az kifejezetten bontani fogja majd a csapatodat, illetve tiédet, az ellenfél csapatát. Szóval elég jó kombókat lehet majd vele csinálni, majd ki is próbáljuk, reméljük, hogy a Kalista vágja, Kenny vágja a témát. El fog válni. Minden esetre nem állunk rosszul a lénen. Én vagyok 1-2-be, Kalisztánk pedig 1-2-be, 1-0-2-be, ő pedig 1-0-1-be, azt hiszem, ha jól láttam. Azt még el kell mondanom, hogy az emberkémnek a basic attack-ja az nem 100%-ig ilyen közelharci, mert egy minimális távolságot azért tud, de nagyon kicsi a range, tehát nagyon minimális range-e van. Van, de kicsi. Azért el kell mondani, de tehát ha menekülnek, azt tudod még itt pókolgatni őket. És én azt hiszem most visszavonulok, és kicsit visszább hílelődök. Tehát amit láttok, szürke élet, azt, hogyha elkasztolom az E-t, akkor az bizony shieldként meg fog jelenni nekem, és az elég sokat. Tehát az elég sok. Amúgy itt látjátok most a ellenfélnek a death timerét. Amit múltkor nem tudtam megmutatni, mert nem volt ellenfelem. Pályán, azt hiszem. Aha, azt nem gondoltam már nagyon.
Szerintem. Itt még nem annyira látszik az E-nek a passzívja, de majd az lesz a következő, amit húzok, és akkor majd sokkal többet fog vissza hílelni, legalábbis gondolom, majd mindjárt meglátjuk. Amikor lehet majd felszín, akkor megnézem, hogy mit bónuszol az. Viszont egyelőre nem nagyon eseménydús, hát végül is supportok vagyunk, mit várjunk egy eseménydús mestre. Viszont én kipróbálnám nagyon ezt dzsungelbe őkelmét. Illetve még akár topra is. Hoppá. De van még egy, azt akkor hogy nem kaptam meg. Üsd ki. Azaz. Ezt a shieldes itemet hoztam neki, mert elég sok shieldje lesz így ezután, hogyha... Hopp-hopp. Gyere, menjünk, fut! Ne! Jó, ez jó volt, egyelőre kijöttünk. Csak sikerüljön is 100%-ig kijönni. Jó, van egy óriási shieldem még, amit vissza tudnék rakni, de nem rakunk vissza, mert nem kell. És ezt túléltük. Kalista meg az én, hogy hívjákomnak, pont amúgy nem tudtunk elfutni, mert eléggé. Itt viszont hárman vagyunk, és kevés az életem. Kéne segítség. Meghaltam. Sőt, még a Kalista is megfog. Nem kaptunk segítséget, sajnos. Pedig jó lett volna egy Sion ulti, ami nem volt. De legalább jöhetett volna. Na mindegy. Mi megpróbáltuk a legtöbbet. Ki is jöttünk az elsőből. Lehet, hogy ott kellett volna hagyni a tornyot. Ez volt a... Ja, hát ez van. Minden esetre bepusolta a tornyot, igazából le is üthetném, mert a Quinn-nel használta ugye a teleportot, és vissza kell gyalogolni, szerintem az be is tudta volna tolni, és most már késő, viszont nem baj. Azt mondjuk neki, hogy mit kéne venni, cipőt lehet, hogy nem ártana. A movement speed-eset fogjuk mindenképp venni, mert még mindig azt mondom, hogy nagyon lassú. Lomha állat. Kis vízi szörnyünk. Nem tudom, hogy ez mi akar lenni, igazából Lamantin, vagy... Víziló. Nem, víziló biztos nem, de valami... Hát egy vízi szörny, maradjunk abba. De én még beraktam volna ki egy olyan passzívot még, hogy... ami nem hiszem, hogy benne van. Ja. Hogy a riverben gyorsabban mozog, vagy valami. Mert akkor kifejezetten jó dzsungeles lenne. Sőt, azt mondanám, hogy erős dzsungeles lenne. Sorry, I'm awake. Looks like you. Hoppá, nem kéne itt maradnom szerintem. Futás van innen. Hopp, ez egy kill volt, azt hiszem. Jó, megöltük. Ez egész jól jöttünk ki belőle. Nem volt rossz. És akkor most megnézzük ezt. Grey Hilf Conversation és... Aha, akkor igen. Tehát ha jól értelmezem, akkor a szürke életet jobban fogja felhasználni, mint hílelésre. És azt kell nekünk pontosan. Ezeket gyorsan eltapossuk. És elkezdjük csapkodni a nyelvünkkel. Ha jól belegondolunk, igazából nyalogatja a tornyot. Hi-ho, gyere, menjünk innen. Elfutunk. Elhozlak. Olyan vicces, hogy bekapja a karaktert. Jó. És hazamegyünk, mert a Kalisztánk nincsen jó állapotban. Szerintem neki... Igen, eléggé vissza van maradva. 2-3-ba van viszont, az nem olyan rossz. Na most gyorsan szerintem összedobom itt a léneket. Én vagyok boton Kalisztával. Én magamat alulra. Mides dzsungeles. Azt mondja support, mides dzsungeles. A stimmel top, így tökéletes. Tehát most már nem kell majd keresgélnem, hogyha... Ja, kívül vagyok a bázison kívül, jó. Most jó lesz.
Nem kell keresgélnem, hanem látom, support vagyok vele, hozzá képest hogy állok, és a Kalista hozzá képest hogy áll. Például a LeBlancunk 3-ba van, 3-2 az meg 2-3. Gyere csak! Nem megyünk oda? Gyere, gyere, gyere! Ja, ezt elrontottam. Jó. Még nem nagyon használtam ezt a spellt, nem baj. Mindegy. Ja, ezt elrontottam. Tegnap játszottam vele, de elfelejtettem, hogyan kell kasztolni. Nem baj. Most már tudom, emlékszem, hogyan kell. Mi az? Van ott valaki? Szerintem itt a dzsungliba lesznek, ezt vigyük el. Tehát, hogyha itt megpróbálom a dupla V-t, azt nem tudom rá használni, viszont a kisebbikekre azokra tudom. Tudom kasztolni. Itt a nagyra azt hiszem lehet. Mindjárt kiderül. Igen, őt be tudom kapni. Szóval akár én mondjuk tankos dzsungelnék csinálnám, de még el tudnék képzelni egy kicsit ilyen tankosabb AP dzsungelesként, mert tényleg elég jó lehet vele genkelni. Hogyha van egy kis attack movement speedje, mert amúgy egy kicsit lassú emberke. Gyere a papucihoz, nem jó, ne gyere a papucihoz, én nem mennék utánuk. Miért nincsen spellem? Semmi. You should leave your name when you hear that beat. Oh, elütött, az szép volt. Az nice volt. Azt későn vettem sajnos észre, de hoppa, majdnem leészeltük őket. Ez a baj, hogy nagyon lassú. De amúgy lehet vele ölni, nem mondtam, hogy nem, a végén azt hiszem ilyen... Hát 9-9-be végeztem. De nagyon lassú, tehát a lassúsága miatt egyszerűen flash-t kell használni, hogy utolérd, és valahogy meg tud ölni az ellenfelet. És ez nem ability hasznos, vagy mi ez, nem tudom, hogy hívják. Nem lehet vele jó spórolni. Az ultia elég nagy cooldownon van, meg is értem igazából. Csökkenni fog, de nem olyan nagy mértékben, hogy ez... hogy nagyon spamelhető legyen. Azt mondja, de amúgy nagyon tetszik a karakter, tehát egy nagyon erős support lesz. Bum. És nagyon vicces. Mindenek előtt nagyon vicces lesz. Ez a heal, ez nagyon jó, mert... Hát mert nagyon jó. Főleg, hogyha ki is húzom majd. Illetve a shield is erős lesz még. Tehát óriási shieldet kapunk ezzel. És ez is növeli ugye a tankosságunkat. A breki harap. Amúgy végülis ez egy béka, nem? Valami óriás fara. Hát mondjuk a farka... Nem tudom eldönteni, egy béka szörny... Béka ebihal, mert farka is van, béka ebihal szörny... Hát nem tudom. Viszont tankosabb egyelőre, mint én. When you hear that beep thong. Come back. Come back. Come back. Come back, come back, come back. Most meg nem vártam meg senkit, hogy jöjjön velem. Igen, mert duplán kell nyomni az R-t ahhoz, hogy elkasztolja. Hát tapasztalgatjuk, jó. Szépen lassan már érteni fogom, hogyan kell. Tehát egyszer megnyomom, és oda nyomok, ahova akarok menni. Majd másodszorra el is indul. Dibidibidim, dim, dibidibidim, dim, dibidibidi. KS. Jól lehet vele KS-elni. Ugye ez a W azért... Szerintem ez okozza a legtöbb damage-et. Nagyon hosszú cooldown-ja van az elején. Aztán ugye ez csökkenni fog, de... De nem lehet
spamelgetni, úgyhogy valószínűleg a Q-t lenne érdemes, mint abilitiesként használni. Majd meg kell próbálni azt is. Én viszem a kis ADC-met innen. Nem hagyom, hogy meghalljon. Space Rocket. Come back. Come back. Come back. Come back. Back. Come back. Jó. Securoltunk egy killt a csapatunknak. Az ADC-nknek konkrétan. Hop, hop. Ide nem akarunk jönni. Egyelőre nem hallottam, hogy elkasztolta volna az ultiját. Ne arra menj, gyere. Oh, meg fogsz halni. Valaki jön torony felől. Miss click, hop, valaki üzent nekem. Azt hiszem Steamen vagyok jelentkezve. Jó, hát ezt is megúsztuk végül is, nem így akartam konkrétan, nem be akartam kapni a Kalisztát, de nem sikerült. Az nem baj, ha elveszítjük a Dragont, ez nem egy komoly mérkőzés, igazából csak egy karakter próba. Jó, van armorunk, akkor most mehetünk egy kis Magicre. Igen, ez így tökéletes lesz. Ugyan nem nagyon van magic ügyük, mert AD, ő van mint AP, de hát nem sok, meg ő van mint AP, de ő sem sok, tehát valószínűleg... Híííí, jó kérdés, majd mindjárt elgondolkodunk ezen, hogy mi lesz. Come back, back, come back. Da-d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 a
Ó, elkapott. Ja igen, és ilyenkor csökken. Az szép, viszont elvittük a sárkányt. Csökken a látóhatár, akit bekapsz. Jó, te is halott vagy. Jó ez a support, nagyon lassú, de jó. Come back. Jó, kitankoltuk. Egész egyszerűen. El tudjuk kapni, legalább volt értelme az egésznek. De legalább kipróbáltuk és működik. Ó, meghalt. Jó, megérte. Tök értelmes ulti volt ezek szerint. Amúgy nem. Ne! Ward van ott. Jaaaaa! Ja nem, csak a tüzes aurán megtámadta. Azt sajnálom, nem tudok falon átugrani, csak az ulti van. Tehát valami spell kéne, amivel így átúszik, mint a Rek'Sai. De az már nagyon Rek'Sai koppintás lenne valószínűleg. Bam! Na. Azt mondja, akkor ő helyette mit tudna... Most vettem még egyet, az nagyon jó volt. Mit kéne venni, ami jó lenne? Mert ő nem nagyon fog kelleni szerintem. Hát, hogy el is adom inkább, szel. Ja, így szel. És veszünk egy varmogot, mert az élet a sokkal... Inkább egyet. Egy Randuint veszünk, és az jó, mert lassítani tudunk majd vele. Életet ad armort ad, ami itt igazából kell nekünk, mert ugye AD, mint már mondtam. És igazából ennyi. Ő nem fog semmit se adni szerintem nekünk, hát egyelőre van 185 AP-ja, ami nem sok. Szerintem a supportnak több AP-ja van. Bár ezt nem merem kijelenteni. De előfordulhat. Na, hol vagyok? Ott vagyok. Jó, akkor én jövök ide. Hú, kapd el! Babci, kapd el! Come back! De miért nem jön senki segíteni? Hát itt az easy kill! Kapd el! Shubidubidu! Te is mond! Ez az! Ott van a kill! Enyém! KS! Support vagyok, de rossz support. Maradjunk abba. Megérdemeltem, ez olyan szép volt. Még az ultiát is el kellett használnia. Szóval látok benne esélyt, mint toppos, tankos AP. Tehát mint egy Maokai top például. Hogy veszel neki egy Rod of Ages-t az elején, és utána viszont full tankra mész. De igen,
Ez az egyetlen, mert amúgy van damage-e, és közben ugye nem építettem rá semmit. Viszont a sustain itt a lényeg, meg a tankos legyél. Meg hogy segítsd ugye a csapatot. Na nyaljuk meg ezt a tornyot egy picit. Jó nyálas nyelvvel. Jó, ez is megvan. Én döntöttem a tornyot. És gyere Timo, bemegyünk midre. Ja, akkor hagyjuk a fenébe, jó. Most már úgyis itt vagyunk. Come back. Come back. Ezt is elkásselhetem, ugye? 6 kásseljem. Oh, jó. Aranyhal! Éj, aranyhal lettem! Wow! Micsoda, micsoda skillek, aranyhal. Come back. Come back. Don't go and... Á, ne, misszeltem. Békén, hagyd békén. Az jó, megvan. Ó, be akartam kapni. Fenébe, csak nem volt rajta a stack. Úgyhogy nem tudtam. Ide, akarok jönni. Hát ez is... Elvileg elhasználtam a spellt, de nem használtam a spellt. Ez így kifejezetten jó volt. És most nem is tudok segíteni rajta, pedig lehetett volna. Na az ilyen ellen kifejezetten jó lesz. Ugye egy Lee Sin elkap egy Q-val az ADC-det, vagy carry-det, akkor bekapod, és nem tudom, ilyenkor nem tudja kasztolni, vagy rád fogja kasztolni, de ugye elvileg nem tudja damage-elni a csapattársadat ilyenkor. Négyen vagyunk, vagy... Ja, én vagyok az útcsó. Semmi, nem szóltam. Oké, megveszük a Randuint. Illetve ami még nem ártott volna ehelyett, az ez. Ja, akkor inkább mászt vegyük meg. És veszünk egy varmogot emellé, mindemellé veszünk egy varmogot. Mert ugye két ADC-jük van, úgymond. Jól fog jönni a lassítás, a AD lassítás. Nagyon meg akart ölni az a LeBlanc. És 4-2-ben vagyok, jobb vagyok, mint az ADC-nk? Nem jó, szerencsére. Akkor elkezdtek volna káromkodni. De hát, ja. Mondjuk azt, hogy ez egy erős support. Szerintem azt egyedül lenyomodnom. Kellek én ide? Jó, nyomok egy kultúrát, tessék. Én addig elviszem ezeket a varangyokat? Én vagyok a varangy. Tényleg, ő a rokonom akkor. Ne, megölték a rokonom! Na 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 na. Úgyse kapod meg. Jó, ez nagyon fun karakter lesz, érzem. You are my voicemail, yo yo. Ezt kapjuk már el. Easy kill. Easy kill. Da 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 da. Nehogy már megúszza itt nekem. Igazából KS-elni akartam, csak túl korán kaptam. Itt van, shield rajta volt. Az a baj. Jó, ez megvolt, és most elkaphatjuk őt is. Az szép volt. My boys made. Jó, jó. Jó. Hát egy kicsit elkapott a... Az aranyemberével. Igen, oda megyünk, gyere. Ne, miért? Most miért? Köszakás. Júj, még akarok. Jó, akkor ne. Azt hittem, hogy double kill-em lesz, mint support. Nem kell ennek építeni semmit igazából, ez jó úgy, ahogy van. Jó, azért mondjuk ő erősebb nálam valószínűleg. Látjátok, mekkora shieldet kapunk? Ez eléggé OP. Viszont most lehet, hogy meghalok. Ha csak... nem, az korai volt sajnos. Jó, azt elrontottam. Meg kellett volna várnom, hogy rámugorjon, utána flash-elni, és utána ultizni, és akkor talán megúsztam volna. Hát ez nem volt egy nagy játék, nem baj. Nem sokat szóra játszok ezzel a karakterrel. Olyan kevés helyen van így, hogy összenyomták ezt.
Legalábbis úgy néz ki, mint olyan kevés lenne. De mondjuk azért, hogy tele vagyok még izével, kekszel, vagy miért sütivel. Azt mondja, eladjuk. Az jó helyen van, ezt nem itt tudom, hanem itt tudom. Ide rakjuk, és akkor, ja. Úgyis olyan kevés helyen van, azt nagyon összenyomták. Ez egy kicsit nem tetszik most így. Illetve új hudot kell, illetve új izét kell csinálnom majd neki. Ilyen keretet. És mindenki másnak, aki streamel. Na, Varmogtól ez még jó. Tudom mi kell, tudom, ő kell nekem. Az nem is kell. Szel. Mivel ilyen jól állok, ezért megtehetem azt, hogy eladom. Mert ezzel olyan rást tudunk majd csinálni, ami jól fog jönni igazából. Nézzük azt, hogy a 31 perce megy a játék, és lassan azért szerintem be is tudjuk fejezni. Az ott viszont bajok lehetnek. Illetve nem, mert a kalisztánk erős. Jó, nagyon erős a kalisztánk, jól van. 13-4-ben van a kaliszta. 200 farm. Egész szépen lehet látni, csak meg kell szokni, hogy ott van. Jó, tehát midesként nem használható, mint azt láthatjátok. Nem erős ez a... Azt mondja, 4-8-ban van, igen. Hasonlóképpen álltam én is. Nem erős, mint mides. Egy tank topnak el tudnám képzelni, és akkor úgy 5-3-ba vagyok például. Az, mint tank topos, nem rossz igazából. Úgyhogy viszont ajánlom mindenkinek, mert borzasztó jó support, ezt tuti meg fogom venni, mint supportnak. És tesztelgetni kell, hogy dzsungel meg topra használható lesz-e. Nem tudom, hogy dzsungelben a wave clear-je megvan-e hozzá. A sustain az meg lesz mindenképp. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtekintést, gyorsan vetünk egy pillantást itt a záróképernyőnkre, illetve az állásra, amit át kell kattintanom. Így né. Gyönyörű, és akkor látjuk azt, hogy 5-3-ba végeztünk, ami hát jobb, mint a carry, dzsungeles, igazából a midesnél, tehát ne használjátok valószínűleg midre, valószínűleg ez nem lesz jó. Viszont topra, dzsungelbe még ki kell próbálnom, lehet, hogy arról lesz is egy videó majd. Még ha ez tetszett, írjátok meg, hogy nektek tetszik ez a karakter, az új karakter. Ugye még elvileg nem tudtatok játszani, hogyha nincsen PBS felhasználatok, de írjátok meg, hogy nézted videókról, gondolom néztetek már másik videót is róla, hogy tetszik. Illetve, hogyha lesz még róla videó, akkor majd a skinjét is bemutatom neki. Nekem nem annyira tetszik ez az úriember béka, ez jobb szerintem. Minden esetre akkor még egyszer köszönöm szépen a megtekintést, tetszett, dobjatok egy lájkot, és csak így tovább, srácok. Sziasztok!